Min Dunapolis. Csupan a sötét éjszakában. Ha kell, ott terem az egész világban. Forró szálak. Velence, Olaszország. Unod, Corin? Ugyan már, felügyelő! Hiába vártunk egész éjjel, ugyanis hamis tippet kaptunk. A pénzhamisítók nem jönnek a tintáért. Használd a fejed! Ellopták az öntőformákat. Eltűnt egy tonna bankjegypapír is. Már csak a tintára lenne szükségük. Eljönnek érte. Félig van a tank. Még egy perc és mennünk kell. És a kis halacska majd elvezet a nagyhoz. Épp időben érkeztetek. Azt hiszem, van ott lent valami. Kivele! Megcsapolják a tartályt. Merüljetek le! Gyorsan! Zsaruk, tűnjünk el innen! A felszínre! Ő volt az! Dia! Felügyelő! Előj! Már nincs semmi értelme. Műjégpálya, New York. Biztos nincs rám szükség? Nem igazán, Éva. A testvériség pénzhamisító akcióra készül. Nyomon vagyok, de még nem elég közel. New Yorkból egy óra alatt Velencében lehetek repülővel. Nem, maradj ott. Rád fél egy kis pihenés. Majd jelentkezem. Rendben. Légy óvatos. Nyakunkon a kés, Oszkár. A ruha későn érkezett Olaszországból, és még te sem vagy kész. Kleopátra hibája. Nem áll jól neki a ruha. Nem ő tehet róla. Nem jó lencséket használsz, ha őt akarod középpontban. Ráadásul nem jó a beállításod sem. De ha Frankenstein anyját akarod kihozni Kleopátrából, akkor gratulálnom kell, nagyon jól csinálod. Csak nem Beth Sinclair divattervező vagy. De igen, igen, az vagyok. Hiszen mi már találkoztunk. Hol is? A marokkói divat bemutatómon, igen. Jó buli volt, mi is a neved? Sarah Velsam. Sarah! Csak egy pillanat. Oszkár, édes, hogy is mondjam el neked? Igen, tudom már, ki vagy rúgva. Sarah, drágám, nekünk beszélnünk kell. Igyekez, Corin, úgy vezet, mint egy vénbanya. Thank you.
fognak megállni! Felügyelő! Tényleg akarod, hogy Miami-ba menjek bemutatni a ruhát? Úgy van, aranyom. Nem, Beth, tényleg, én már visszavonultam. Dehogy, butaság, drágám. A véredben van a szakma. Te addig csinálhatod, míg át nem költözöl az égi butikba. Még nem készültek el a képek a South Beach-i árverésre. Ez lesz a szezon legnagyobb eseménye. Ugyan már, drágám. Nagyon értesz hozzá. Tudod, mit kell tenned. Jó móka lesz. Fogalmad sincs, ki az a szőkeség. Engem nem is érdekel. Csak az a fontos, hogy Sinclair ruhája eljusson oda, ahová kell. És ha valaki az utamba áll, annak vége. Ki vagy te? Mond! A gyors róka szépen átugrotta a lusta kutyát! Segítség! Ez jó! Nesze, fog! Aztán majd írjál! Cargo hold a flydecknek. A raktér ajtaja kinyílt, kézzel kellett beállítanom a fékeket, de becsuktam, még mielőtt bármi fontos kiesik. Miami Beach, Florida. Végre együnk lesz az egész cucc, André. A hiányzó részt hazavihetjük. Tartsd, jött még egy hívásom. Itt Mackenzie. Dane! Ó, nem, minden jól alakul. Hadd mondjam el, milyen hálás vagyok, hogy csatlakozhatok a testvériséghez. Csatlakozni? Ez nem egy könyvklub, Danton. Te még nem csatlakoztál semmihez. Ha végrehajtod a pénzhamisítási akciót, akkor talán kapsz majd egy csatlakozási lehetőséget. Apropó, Danton. Remélem, semmit sem mondtál még erről a balhéról a túlbuzgó nővérednek. Mikinek? Nem. Sejt valamit, de a nagy híreket meglepetésként tartogatom számára. Nincs már többé szükségem rá, mert lesz saját pénzem. Családi viszály. Nem szép dolog. Vidd le a cuccot a partra. Ott készítsünk felvételeket. Helyezd be azt a sminket. A legújabb kreációm alig várja, hogy lefotózzák. Ott a lakókocsi. És ott van a ruha. Hé, melák, adod ide! Erre nincs időnk. Hozd őt is! Hé, kölcsön vehetem. Ó, és ezt is. Kösz! Rögtön jövök! Sinclair barátnője, követ minket! Várjunk csak! Ez Eva Kant! Intézd el! Könnyű célpont. Tudta, hogy Miami-ban vagyunk. Forró a talaj. Van egy kis gondunk. De nem akkora, mint neki. Vennem kell egy másik motort annak az embernek. Lássuk.
Danton pénzhamisító műhelye. Jól van, beállítva. Éva, mit keresel itt? Én csak... Ne mozduljanak! Fel a kezekkel! Ennek nem lesz jó vége. Arra, a prés mögött! Diabolik! Sarah, édesem, mi folyik itt? El kell tűnnünk, gyorsan! Szóval, hogy is szeretnéd? A könnyű vagy a napos ruhám? Oldalon? Ez kellett nekik! Biztos, hogy ezt akarod, André? Egy kis löcs, Diabolik. Ez nem állíthat meg. Gyorsan el kell tűnnünk! Gyerünk, Danton! Megvannak a formák. Lophatunk még papírt. A tinta az keményebb dió, de megoldjuk. Még mindig megcsinálhatjuk a próbanyomásokat. Te nem érted? A ruha nélkül halott az ügy. Nem érted? Nem tudhatnak a ruháról. Nem róluk beszélek. Diabolikról van szó, süket. Beth, mesélj a ruháról. Mitől olyan különös? De kérlek, ez az egyik legjobb kreációm. Igazán egyedi darab. Milánóban varrattam. Ó, mikor? Kb. 7 hete. Ez érdekes. 8 hete valakik betörtek a milánói varrodába. Ezt nem nagyon értem. Hát persze, a szálak miatt. Helyes, Éva. Fejezd be, tönkre teszed. 1000 számra szőtték bele a szálakat, hogy a rendőrség és a vámosok ne találják meg. Hogy Floridába hozd, ahol nekik szükségük volt rá, és itt elvegyék tőled. Kivették volna a szálakat. Pontosan. És ott az a nyers papír a műhelyükben. Csak arra vár, hogy ezeket belenyomhassák. Kérlek, mondjátok el nekem is, miről beszéltek. Biztonsági szálak. A tökéletesnek tűnő hamis bankjegy titka. Ez több ezer hamis bankjegyhez elegendő. A ruhámban? Hívjuk a rendőrséget. Ez egy kis gondot okozna. Mondjátok valójában, kik vagytok ti? Olyan emberek, akiket nagyon érdekel a délutáni divatbemutató árverése. Ugyan már, felügyelő, hamisítók? Egy divatbemutatón? Ide figyelj! A Miami rendőrség egy nyomdai baleset ügyében nyomoz. Bizonyítékokat találtak, amik arra utalnak, hogy a hamisítók és a főnökük is azon a hajón lesznek, az NS Rebekán. Diabolikra tippel. Lehet valami köze ehhez, ha feltűnik az enyém. Az egekig fogom felverni az árat. Az az őrült, aki rám licitál, biztosan a pénzhamisítók közül való. Olyan ördögi Diabolik. A forró Miami éjszakai életszínei ismét megújultak. Jól vagy, Danton? Igen. Eddig igen. Csak vissza kell szereznem a ruhát, mielőtt Dean rájönne. Tartsátok nyitva a szemeteket. Itt lehetnek a tömegben. Bocsásson meg. Semmi gond, uram. Ideje összeszednem magam végre. Tűn
Sarok, kényelmetlen és nem is divatos. Ne érdekeljen a cipő, te jössz! Ez pedig a Sinclair ház pompás költeménye. A szemeket vonzó zöld nevű csoda. $5,000 ajánlok én. Elnézést, az árverés nem kezdődik el, ami... Én megnyitom most. 5,000 ajánlok. Senki többet? Nem? Jó, az enyém. $15,000. Van egy 15,000-es ajánlatunk. 25,000. $50,000. Megőrültél? 50,000 először! Várjon csak, várjon! Kérem szépen, egy kis időt kérlek! Másodszor! Éva Kant! Corin, kapd el! Itt az alkalom! Kapd el a lányt! Vidd a csomagot! Diabolik! Tűnjünk innen! Felügyelő! Kiket üldöz, Diabolik? Ne kérdezősködj, Corin! Tartóztass le mindenkit! Nyugi, főnök! Hamarosan nemzetközi vizekre érünk, majd a Bahamákra. Milyen kár, hogy te nem jöhetsz velünk, baby. Tévedtem, a tűsarok legalább hasznos. Te liba, a divat áldozata leszel. Ezzel a ruhával? Ha. Ne aggódj, majd gondoskodom, hogy kényelmesebb ruhát kapj. Itt van. Danton, rendőrhajó! Az nem a rendőrség, hanem Diabolik. Ha közelebb merészkedik, lőd ki! Szeretném látni, hogy... Ettől majd lehűsz, kissé! Azt hiszem, utoljára tettem szívességet Miki rokonainak. Srácok, jobban oda kéne figyelnetek, merre mentek? Oh, ne, ne! Oh, ne! Remélem, nem úgy gondolod, hogy egész Miamiig visszaúszunk. Persze, hogy nem. Felhúzni. Üdv a fedélzeten. Ó, drágám, csak nem viselsz ilyesmiket, vagy mégis? Én? Hogy? Semmi, bogárkám. Csak hálám jeléül. Viseld ezt. Jó vegytisztítód lehet, ez az egész Atlanti óceánt megjárta. Ez nem az a ruha, azt névtelenül beküldtem a rendőrségre. Ez egy másolat. Te mit gondolsz? Szerintem nem érhet olyan sokat. De rajtad úgy áll, mintha $1,000,000 érne.